és a halszájában jól látható egy szem fűszeres vörösmáj. Első pontjom súlya 8,50 deka. Gyönyörű szép tükrös. Pozsár horgásztavon vagyunk, az egyes álláson próbáljuk meg becserkészni kis bajszos barátainkat. Mint látjátok, mögöttem van egy híd, annak a beugró részét próbálom horgászni. Az ott egy kíméleti terület, és annak az elejét letapogattam. Elég jó, kemény placot találtam, kecsegtető volt számomra. Hát, ha tudnék onnan húzni egy pár szép falat, hogy megmutassam nektek. Következő potyaszom, gyönyörű töves, 7,60 dekát nyom, nagyon szép egészséges. Fűszeres vörösmájra érkezett. Hajnal 1 óra, erős húzós kapásra ébredtünk. Tudta, hogy merre kell menjen, egyből beszaladt a híd lába alá, de hál' Isten kijött szépen onnan. Megdőlt a 10 kilós határ, itt van egy spanyol mintás gyönyörű ponty. 24-es Big Fish bolyóval fogtam, elcsábult rá, meg is mutatom nektek. Kg 80 dekát nyom egyébként a hal. Etetésem alapját a Hazorado Neyman Mix alkotta. A végszereléken szimpla vagy dupla 24 volt, ezen kívül minden behúzáskor 4 vagy 5 szembólit kínáltam fel még a halak számára a csali mellé. Túl a legkisebb halát tartom a kezemben, 3,41 kg deka. Egy gyönyörű kis nyurga. Egyszer 24-es Fermetix golyóra érkezett. Thank you.
hop. Én elúszok. Egy elég negyes főzésen vagyunk túl, most érkezett meg a következő, hajnal 4:30 van, erősen füstölő és kapásra jött. Véget ért a horgászatra szánt idő. Hárman voltunk az egyes álláson. Bátyámik már elkezdték összepakolni a botokat, mert nem sokára indulunk haza. A túra folyamán 260 kg halat fogtunk, 14,56 deka volt a legnagyobb, és 3,41 deka volt a legkisebb. 10 kg fölött volt 6 pontyunk, 14 kg fölött volt 2, illetve ezen kívül még volt 2 darab amúrunk is. Aki tud, látogasson el erre a túra, mindenkinek ajánlom. Nagyon szép halállományjal rendelkezik, és gyönyörű környezettel. Tartsatok velem legközelebb is, nem sokára találkozunk. Sziasztok!